össze magad, nem vagy egyéb cukorból. Talán itt esetleg lennek. Igazán jó lesz, nem adni egy kis pénzt, egy kis lazítás. Vajtás, pipasz hercegnő kereszt téged? Milyen ügyben? Hát nem tudom milyen ügyben, de nagyon sürgős. Vagy támadkodj fel, ébresztel! Ébresztel, na hagyd már abba, elégre! Mit akart ebben szólni? Hát, hozott valamilyen üzenetet neked. Ez azt hiszi, hogy én vagyok az anyapapa, pedig ennek el. Azt hallottam ám, de ezek tudnél. De itt nem látok szemét. Hát itt te két tetszik. Hát, balépet be itt lehet, de nem tudom hol van most. Álmájött. Számúd gólya. Hallottam, hogy éppen széken panaszkodtam, hogy te pihengettél. Nem hallja. Tudják, hogy egy túlsüket. Ébredj már fel! Adja egy másik percet, csak éppen széken elaludt a végén. Megbocsátasz egy percre. Aludtam ott. Na felszél, mi történt? Mi ez? Hey, mit jelentsz ez? Ó, pipasz hercegnő. Róla megfeledkeztem. A maga feladata lesz az, hogy te maga átadja itt a papírt. A papírt. Ó, két milliárd van itt. Az jó van? Jaj, nagyon fújnak a szél. Persze, nem szeretem, amikor jelszállsz az idő. Igen. Tudja, mi szerintem inkább bemernénk. Nem kell, majd én járok egyet. De mi vagy, hercegnő? Elfelejtett mondani, ez megint a te hibád. Te büdi lajhál. Nekem nyolc. Van nálunk valami, ami mindenképpen kellett. Valóban is milyen az? A szemüvegem, amit én rendeltem a demóban. A helyétem. De is elmondanám, mit tud? Csak könnyen, bet. Nézd. Ez egy valóra vált állam, amit mindenképpen hallani akartál. Leketeztél? De keresünk el lakást. Hey. Azt hiszem, hogy épp kapóra jött. Na hát, ez óriási. Pipacs hercegnő, itt jövünk. Elég lett volna, ha befogod a szád. Figyelj csak, olyan szerintem arra vigyázzál, nehogy a végén róla bukj. Láttad ilyen, láttad állat. Láttad ilyen, láttad állat. Jó vagy, pajtás? Azt hiszem, hogy egy picit zavarba jöttem. Talán le kéne feküdnöd. Jó ötlet. Már unom ezt a házunkát. Csak azt hallok, hogy egész héten nem dolgoztál. Hát már igazán rám fél. Egy jó kis kalandúra. Hát nem csak meg. Aha. Hánykor ébredtél fel? Hajnali négykor. Hajnali négy. És mikor aludtál? Kettőkor. Látom, mi itt a baj. Az a baj, hogy te holdkóros vagy. Ha
ez olyan nagy baj? Eléggé. Hogy lehettem ilyen bak? Alig tudok lábra állni. Ne, baj, de ne! Ez kis pihenés azért nem állhat. Leszállnál uram? Nem kell jobb a bio, én azt... De megfulladok. Eléggé fájhatod. Na, talpra bajt, igen. Most mutasd meg, amit kösz. Miért nem működik? Rossz gombot nyomtad. Így kell, azt látod. Na, te próbáld meg. Semmi bajom. Rendben van, gyerekek. Akkor viszont elkezdjük a mai gyakorlatunkat. Kitűnő pipacs hercegnő, de hogy fogjunk hozzá? Ezek nem is képezek semmire. Hihetetlen, itt pihentetem ezt a nyomorult készenkiázi hardkorosnak. Mint ahogy neked is szól, barátom. Vegyed tudomásul, hogy én nem én voltam az, hogy aki csend. A gyerekes viselkedőzetekkel viszont szígyenbe hozzátok az egész trollok népéjét. Trollok népe egy bifántelem. Eléggé kínosan érzem magam, de szeretném hallgatni a történeteidet. Jó van. Oké. Ha megbocsátálhatok, én most levegőzkedek. Nekem sem által, most menek el. Bocsi, kiszállottam. Nagy ösztök! Ideje kihallgattunk őket. Van nálak hangtofon? Az van. Te kérdezed, teszi. Elmagyaráztam, minden bújtunk ebbe a bokorba, hogy kihallgatjuk azokat a két gyúkokat. Kapcsolnád? Ott persze bekapcsolom. Komolyan, eljesz-e az anyamra megy, mint ahogy mindig is. Ezt te honnét veszed? Hiszen tudhatnád, hogy ő egy jó képű ember? Most komolyan, melyik hülye találta ki azt, hogy legalább pipacs lenne a hercegnő? Úgy unom már az, hogy pipacs egyáltalán olyan, mint egy cuki-muki asszonyka. De néha nem értem valójában, miért osztogat feladatot? Már tonkik vagyok attól, hogy legalább ő a mi mesterünk. Ő nem is egy mester, csak egy nökött kis pulyka, aki pontosabban ölkölte a déd nagymamától. Aki pontosabban nem is született. Mert csak azért is, mert pipacs egy lökött vén kislányka. Hűha. Nem is gondoltam valójában, ennyi halakszol. Odinra is... Paluában... Krisztára. Pedig tudhatnád, hogy ők a legyőzhetetlenek, csak ők tudhatják legyőzni a gonoszt. Most komolyan, miért pozoroljam rá az időmet azzal, hogy ezzel a vén lúzerral dolgozzak? Pedig, ha itt lenne a drága vezérünk, akkor legalább jó agyon püffelne. És akkor én vehetném át a szabályokat. Na ez lenne a lényeg. Ha legalább én lehetnék a legyőzhetetlen, akkor legalább letaszíthatnám azt a két kis lehet oda a szikrára. Hát... igen, persze. De nem gondolt, hogy egy túlszakozai féltékeim vagy? Akkor szólok. Nem vagyok féltékeny. Szebb féltékez, ez senki más. Én a legyőzhetetlen kis balmás vagyok, aki pont azonban nem tud felugrani az égre. Akkor miért repülsz? Hát, mert ilyen vagyok. Hosszú lábakkal már idáig élek. Lehet, hogy ki kell váltok a mi jó mestert. Abba menő lennék. De mikor is jön pipacs hercegnő? És mikor is csináljuk? Vagyis, hogy mivel fognánk feltenni a kérdést? Semmelyikkel. Majd mi
megoldjuk a saját kezünkkel. Ezt tesszik. Most mit csináljuk? Hogy mondjuk el mesterünknek? Azt fogják hinni, a tökre lúzák vagyunk. Hát, rávehetnénk róla, hogy telegesse addig a figyelmüket. Csak nem tudok itt találjak ezentúl. Én megmondom. Azt a Jenki bácsit, aki pontosabban onnét tart. Jenki, hol? Nézd, ott jön! Zazan! Elbújni! Meg tudom, milyen készül a gézegúz. Utálom ezt a bát! Láj, utálom azt a kékeget, ami oda éppen kerik. Azt hiszem, itt a nagy vezérünk. Jöttem azt a válcagdíjat befigyelni. Válcagdíj, pont erre vágytam, fáj egy türelmet. Tessék! A válcagdíja. Tessék, fogadj el! Öröm volt, fogács kell a küldetelni. Holnap éte jövök is, akkor már nem leszek jár. Jó, mit adtál neki? Tuszatnyi elixírt, hát ha legalább ezzel felvidulhatnék. Ha már meglátják, én leszek majd a legszigyagyaz, legyőzhetetlen alak. Ám azt ki kell érdemelni. Micsoda szégyen. Így bánni azokkal a vendégekkel. Hát én nem tudom, mit mondjak. Csak annyit mondj, hogy eléggé cikinek érzem magam. Ha legalább láthattad volna, mennyire ciki. Szólok neked, hogy neked eszem elég. Mindig csak az eszed jár. Mintha valami viszont ódítozna. Lehetőleg nem én voltam. Már bocsánat, hol voltatok ilyen koszokáig? Már rég váltalak titeket. Pipacs, mester, tegyél pontot a vita végére. Szóval, ezzel lehet rajta beállítani. Na, hogy lássuk valójában. Hol is van az a távjárnyító? A távjárnyító? Hát, mindjárt mondom. Ki tudja, itt kellene beállítani. Ez a kék, ez pedig a piros, ez a sárga, ez pedig a türkészöld. De ez mit szól? Tökéletes. Brutálisan állon adhatom magának. Tessék, az apró magáé. Apró? Hát köszönöm. A viszontlátásra. Viszlátogam, minden jót kívánok. Van nálunk valami, amit mindenképpen hallgatnia kell. Mi lenne az? Ezzel felvettünk Odinnal. És most hallgasszon bele. Igen, persze, ide hallgasszon, mert épp eszégem nagyon fog tetszeni. Na, hadd halljam. Most komolyan, melyik hülye találta ki azt, hogy valakalább pipasz lenne eltenni? Úgy unom már az, hogy Pipacs egyáltalán olyan, mint egy cuki-muki asszonyka. De néha nem értem valójában, miért osztogat feladatot. Már tolkik vagyok attól, hogy legalább olyan mi mesterünk. De nem is egy mester, csak egy lökött kis ujka, aki pontosabban örökölte a déd nagymamától. Aki pontosabban nem is született. Mert csak azért is, mert Pipacs egy lökött vén kislányka. Vén kislány! Ez kész felháborító! Jó, mert még van más is. Most komolyan, miért pazaroljam rá az időmet azzal, hogy ezzel a vén lúzerrel dolgozzak? Pedig, ha itt lenne a drága vezérünk, akkor legalább jó agyon püffelhetne, és akkor én vehetném át a szabályokat. Ez már tőletőd. Esküszöm, hogy nem tudom, mit csináljak.
Elöki őket ilyen összelű. Pedig tudhatnád, hogy én remek zeni vagyok én. Te nem is vagy zeni, amit látod. Mit tegyük fel, szők? Valahogy véget kell vetni ennek az egész balomszágnak. Jó, van rendben. Megpróbálok ezekre beszélgetni velük. Reméljük, hogy ön felszége nem vette észre. Ellenkezőleg olyan leszek, mint a jó kis madárka. És akkor majd a felszég véletlenül azt nem mondogatja valójában, hogy ő totális egy lúzer. Szóval lúzer vagyok szerintitek. Szék. Jaj, hát nem gondoltuk, hogy maga itt van. Ha jó, az oldatok előtt vagyok. Na hát, ha megtaláltuk a felszégünket. Felszég. Valamiért rosszat mondtuk? Igen, azzal, hogy én lúzer vagyok, mert az is, hogy kislány vagyok. De az nem mentség arra, hogy ti úgy viselkedtek, mint egy kamiszkölykök. Vagy kamaszfiúk. De hogy vagyunk mi kamaszfiúk? Mi igenis szolgáljuk őket. De nem értem valójában, mi bajod van ezzel. Na, ez eléggé kemény lesz. Szóval azt persze feltételezni, hogy épp beszége hallgatóztunk, épp beszége eltitkoltunk a mi életünket, igaz? Mondd meg, hogy neked mi a bajod? Az a bajotok, hogy ti mindig is csak a galénának dolgoztok, ugye jól mondom? Mi igazából... Nos, halljuk. Oké, bevallom. Jó nagy főnökkel, aki pontosabban törődik azokkal az állatokkal. Éppen ezért ki akar rugni téged? Tehát korálját neki. Akkor nagyon sajnálom. Holnapig el kell hagynotok ezt a helyet. De mindenek előtt pakoljatok össze, és soha többé bennet tegyétek a lábatokat. Megértettétek? Sajnálom, kis haveri. Úgy lesz, hogy fel vagyunk mondva. De felszég nem küldhet el minket. Nekünk ez az otthonunk. Csak volt otthonatok. Engedelmetlenek voltatok hozzám. Ismert azért, mert mindig is lúzer vagyok érzeititek. Hát pedig nagyon tévedtetek. Tudja mit? Nem csak, hogy maga undok is, de még gúnyolodik velünk. Úgyhogy nem adom az elmet, hogy minket kirúgjon. Mert mi felmondunk. Te menyus? Hoztam neked valamit a... Menyus? Na, jött. Gyere szépen. Titkos küldetésünk van. Tűnés. Isten belétek, politikák! Mi ütött belét? Nyugodjatok bele! Nem fog titeket bántani, hogy a szunne válszik. Ez nem tudom valójában miként. Megtanítalak titeket minden állít, csak ti itt vagytok. Azt mondjuk, itt lezuhányzok. Kényvassza nézem magam. El kell getni segénykét az én nem kis súlya. Igazadban túl kegyetlenek voltunk. Mester váljon! Nem kellene visszahozni őket? Miért sajnálnám? Végül is az ő döntésük volt.
Végül is mindegy van. Végül is ez lesz a mi otthonunk. Úgy itt van, hogy a mi kis otthonunk. Együtt fogunk élni, mint egy család. Ez csak lett család. Mit csinálunk szerinted? Tudok egy sokkal jobb módszert. De ne bögtesz, bocsi. Emmi híre ennek? Lehet, hogy elnyelték a földet. Bár jobb lett volna nem jönnünk ide. Hát, én nem szeretnék túl terhedre lenni, de szólnunk kell Mesternek. Veszik, valami történhetett velünk. Úgy itt a Mester. Jó, tök mindegy. A lényeg, hogy nem jönnének haza. Hát, mivel hogy írogattam, azt mondták, hogy rögtön itt lesznek valahol. Tudod, mi jövünk. Ezek tudja, átveltek. Átveltek, hazugárulók. Jajjaj, az leszik, hogy engemet is. De mit akad ez? Meg kell jönnünk az, ami volt. Semmi hír ennek. Nekis a drága menyúsinak immár a nyoma veszett. Attól tartok, nélküle kell tartanunk ezt az ünnepséget. Hát ez remek. Akkor ennyi volt. Na menjünk. Hát, észreveszem maradok. Na és, mi ezt a gólyával? Mi vagy te valami holmi gondolatolva szó? Egek. Legközel vehettem valamilyen tanórákat. Tartatok, igaza van Krisztának. Lehet, hogy mégiscsak elkergettük. És én nagyon sajnálom őket. Hát én mennyire sajnálom. Atyám, ha látod az egyetlent, küld el Pistikét, de menten.